Az ünnepi szentmise után három intézményvezetőt kértünk meg, értékelje az elmúlt tanévet. Az idei év nem az egész tanév, hanem 22-es év, egy öröm év az iskolánk számára, hiszen az idén én ünnepeljük a 30. jubileumunkat. 1992. szeptember 1-én indult el itt a katolikus iskolában a Szent István Római Katolikus Iskola működése. És hát ez a szép ünnepé örömmel, büszkeséggel töltett bennünket, és hát feladatokat is jelent számunkra, hiszen ezt meg kell ünnepelnünk, és különféle rendezvényeket már tartottunk, illetve az év második részében, ami már a jövő tanévben nyúlik át, is fognak rendezvényeink lenni. Talán kiemelném, hogy ebben a tanévben ez a szép jubileumhoz tartozóan már terveztünk és megvalósítottunk kiállítást, iskolatörténeti kiállítást, illetve templom és iskola címmel egyházmegyei műveltségi vetélkedőt tartottunk. Jövő év első osztályosai közé 54 kis elsős iratkozott be, és ez is örömmel tölt el bennünket. Kiballagott tegnap 54 nyolcadikosunk, és megvan a váltás, és 54 kis elsős fog majd a helyükre jönni. A nehéz adottságok ellenére egy eredményes szép tanévet zártunk, több szempontból is. Januárban átadásra került iskolánk kápolnája, így most már az iskolán belül is lelki napok keretében, illetve osztályszentmiség keretében tudjuk ezt használni, illetve úgy gondolom, hogy a kollégák nagyon-nagyon jó munkát végeztek, gondoskodó, odafigyelő munkájuknak köszönhetően az osztályközösségek fejlődtek, illetve a beiratási mutatóink is nagyon szépen alakultak. Tapolcán nagy szükség van egy családias, barátságos, légkörű iskolára, ahol a gyerekek biztonságban nevelkednek, illetve közösségek nagyon jól működnek, osztályközösségek. Első tanévem végén nagy köszönettel tartozok a Jóistennek, és a Szilágyi Keresztény Iskola befogadó és szeretetteljes közegének, valamennyi iskolapolgárnak, kollégáknak, szülőknek és diákoknak fantasztikus visszajelzések és nagy szeretet fogadott. És ez a szeretet, ez elkísérte, és óriási lendületet adott az elmúlt tanévhez. A végre megtartott néptáncgála, a Szilágyi Táncegyüttesnek a Gizella díja, az, hogy újra felvettük három év után a lengyel testvériskolai kapcsolatot, lengyel diákok 40-en látogattak el hozzánk egy pályázat keretében. Itt az elmúlt héten, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy a 7.-8. évfolyamunkat 100 fővel eljuttattuk a határon túli kirándulásra, ez is nagyon nagy sikerrel zajlott. A Jóisten segítsége végig érezhető volt és végig működött. Tanévnyitó ünnepi Veni Sancte Szentmisére augusztus 31-én kerül sor Keszthelyen a Kis Szent Teréz Bazilikában.